utas idő, 7 óra 35, kérlek, kelj fel. Ébresztő, ébresztő. Lustaság, kérlek, kelj fel. Ébresztő. Lustaság. Lustaság, lustaság. A kormány azonnali hatállyal elrendelte, hogy az öt atomfizikus szüntesse be a kísérleteket. Hozé! Nagy újdonságról szóló hírek érkeznek a Jutról intézetből. Az itt dolgozó atomfizikusok úgy vélik, hogy felfedeztek egy olyan módszert, amellyel a szubatom részecskéket a fénysebességnél nagyobb sebességgel tudják mozgatni. Kikísérleteztek egy olyan szerkezetet, amelynek a neve szupergyorsító, de a hírt olyan általános felzúdulás fogadta, hogy a kormány úgy döntött, felfüggeszti a további kísérleteket. Ez a felfedezés segítene, hogy megismerjük az univerzumot és hasznosítsuk annak energiáit. Képzeljék el, hogy megoldhatnánk fél Kalifornia energiaellátását egy ilyen... Szia! Mama, késésben vagyok, hogy vagy? Igen, tudom, tudom, már régóta nem beszéltünk. Azért, mert te faggatsz, van-e barátnőm? Igen, mama, randevúzom. Persze, egy egész csomó lányjal. Már alig tudom követni őket. Akarod tudni az egyiknek a nevét? Brillet. Brillet, igen. Francia. Pici és ragyogó. Imád takarítani a konyhában. Mama, nézd, most már tényleg, mama. Később felhívlak, megígérem. Szánalmas vagy! Hogy bánsz azzal a labdával? Mi a fene van benned? Hello, Kyle, hogy vagy? Van munka? Mi lenne, ha nem szemetelnétek, ha? Folyton én takarítok. Vigyázhatnál egy kicsit, olyan vagy, mint a kergebirka. Szűnj meg, haver! Jó. Jó. Egyszer még elnök lesz ebből a kölyökből. A jelentések. Jackson átharapja a torkodat. Jó, kösz. Hogy vagy? Á, te tudod, hogy a te hajspicnid az oka az ozonlyuk növekedésének? Jack! Hogy mit vagy? Tudod, rémes ez a reggel. Jack, nagyon sajnálom. Köszönöm a kávét. Vezérnek a futót. Várni csak, kit látnak szemeim. Hen, bocsánat, elkéstem. Ugye tudja, hogy szívességből tartom. Igen. Mert az a munka, amit itt produkál. Igen. Szóval fejezze be szépen a jelentéseket, csinálja meg a havi egyenleget, és tegye rendbe az asztalát a munkaidő végére. Tudja már, majdnem készen vagyok. Mindketten tudjuk, hogy ha akarja, tudja tartani a határidőt. Egy karambol miatt késtem. Beri, nem akarok küszködni magával, és a barátja sem akarok lenni, úgyhogy végezze a munkáját.
Hát utálnám kirúgni magát. Végül is egy cuki pofa. Tudod, egyszer kefélték meg 100 évvel ezelőtt, de nem esett jól neki. Te, Howard, mit csináltunk mi este? Úgy ébredtem, mint a pöcegödör lenne a szám. Ittunk. Te elmentél, én meg felcsíptem a szöszit. Nem csípted fel a szöszit. De igen, felcsíptem. Én tetszettem. Ahogy elmentél, rögtön észrevett Lóksz Dolcsival apjáért. Itt van a legújabb program. Ez egy sokkoló lemez. Csak megnyomod, és 3 másodpercig ráz. Macskajaj elleni kúra. Na, működik? Téged kőbölcsőben ringadtak? Nem. Nem? Hát szerintem igen. Igen. Köszönöm, ezt kértem. Jó reggelt, Liza. Jó reggelt. Ne törd magad, haver. Láttad a kártyáját? Professzor 20 évesen. Nehéz napunk lesz. Ez nem a te világod. Rágyújt? Nem, köszönöm, nem dohányzom. Nézz oda. Nem is dohányzik, megkínálja, pedig jól tudja, hogy nem dohányzik. Micsoda barom. Nézd csak, amikor ideges, a haját a füle mögé simítja, pont a jobb füle mögé, a jobb füle mögé. Igen, látom, igen. Figyelj, ez megy már 6 hónapja, miért nem mész oda hozzá és beszélsz vele? Mi? Hogy elroncsom a kapcsolatunkat, na ne. Tényleg sokkal jobban áll neked ez a hőszerelmes némaepekedés. Tudod mit? Mit? Jobb, ha eltűnsz a kuckóra. Már is? Ha lenne ajtóm, kinyitnám. Bocsánat, ön Barry Thomas? Igen, de biztosan a főnökömmel akar beszélni, én csak egy jelentéktelen kis beosztott vagyok ebben a házban. Most, ha ő írta alá ezt, akkor ön... Dr. Maxi, nagyszerű volt a tévében. Ann Jackson vagyok, a személyzeti főnök. Miss Jackson. Meg kell mondanom, hogy ön lenyűgöző szónok. Két asszisztensemet elmozdítottak az állásukból egy Mr. Thomas nevű aktakukac miatt. Tényleg? Már 2 feljegyzést küldtem ez ügyben, de még mindig nem kaptam rájuk a választ. Kérem, hadd segítsek önnek személyesen, Dr. Maxley, fáradjon be az irodába. Nem, egyáltalán nem szükséges, Miss Jackson. Csak helyezzék őket vissza a helyükre. Lois, hopp, Thomas Plum. Meg lesz. Miss Jackson, mindnyájan csinálunk hibákat, de helyre kell hoznunk. Igen, uram. Köszönöm. Jó napot. Jó napot. En, éppen 150 ember. Hülyének néznek engem maga miatt. Elküldöm a technikai csoporttól, el. Levonhatja a következtetést, és okulhat belőle, ennyi. Ha hiszi, ha nem, Howard fog a maga helyére kerülni a technikai csoportba. Nem hiszem el, még hogy elküldi a 2 legjobb asszisztenset. Még egy baki, és repülni fog, megértette? Igen. Jó napot. Keres új állást, vagy hajj meg. Rémes, az egész iroda szétesett. Akadályozod a munkát, és mi szenvedünk miattad. Ölelj át. Csak egyszer. Enyhül a feszültség. Dobj ide egy tálmakarónit. Tessék. Ez egyszerűen gusztustalan. Megbocsát. Nincs semmi baj. Nem dohányzik. Nem tudom, miről beszél. Hogy nem dohányzik, én megkínálnám maga visszautasítana, mert nem dohányzik. Én Ringo, csak zavarnám. Kaphatok pár oldzöld borsót? Én sem dohányzom ám. És egy adag rizst hozzá. Szóval, ha dohányozna, se tudnám megkínálni, mert hogy nincsen. Sajnálom, hogy feltartottam. Magát meg honnan szalasztották? A személyzeti osztállyal kísérleteztem, de elég balul sült el. Értem. A nevem Lisa Frederickson. Barry Thomas vagyok. Uh-huh. Mit mondott, mit csinál? Ó, semmit. Éppen a füstbe ment terveimen töröm a fejem. Gondolkodni is szokott. Ezt nem igen veszik itt jó néven. Örültem magának. Én is. Örülök, hogy megismertem. Viszlát. Viszlát. Sok szerencsét. Nem szándékozom világá menni, csak ebédelni akarok. Ja, jó. És mit szóltál hozzá? Dühös voltam. Szóval tetszem neki nagyon. Egyet értesz? Igen, legalább annyira tetszem neki, mint egy jó kiadós hasfájás. Mondd, mindig hülyének látszom, vagy kizárólag csak akkor, ha nagyon akarok tetszeni valakinek. Csak akkor, ha tetszeni akarsz. Mi van, ha csak játssz a jégcsapot? Önvédelemből értem. Na jó. Mi van, ha tényleg magányos? Ha? Na, lehet, hogy boldog, ha egy srác leszólítja, és mond neki egy pár jó szót. Ez ő. Én ismerem a Mennem nőket, kell. Haver. Hidd el. A Sessit is felszedtem az este. Igaz? Igaz. Oda van érted. Hidd el. Elromlott a légkondicionáló, Dr. Spectornél. Menjen csak.
Igen? Barry Thomas, Dr. Frederiksonhoz jöttem. Egy kis baj van a személyzetén. Őt is el akarják küldeni az állásával? A fizetési csekkjét érinti az ügy. Az adatrendszerünket naprakészen kell kezelnünk, és szükségem lenne néhány információra, Miss Zivo. Különben lehet, hogy késett a fizetése. A személyzeti osztályon mindig van valami eszelőző szavar. Köszönöm. Nos, a mai napja nem túl eredményes. Kérem, ne üsse bele az orrát az én munkámba. Rendben van? Nagyon szépen megkérem. Rendben. Takarodjon az irodámból. Azonnal. Jól van. Maga ki? Egy. Jogosult arra, hogy itt legyen? Na jól van, rendben van. Jöjjön be és csukja be az ajtót. Rendben van. Bejövök és becsukom az ajtót. Tudja, én épp most olvastam át Dr. Maxley anyagát, hogy segítsek neki a... nekem is van otthon muskátlim, ez mókás. Segíthetek valamit? Semmit, semmit. Csak itt jártam a közelben, és gondoltam, megköszönök. Hello! Bejött egy tilos területre, hogy velem bájologjon. Talán... rosszkor, 10 másodpercet én... beszéltünk egy bisztróban, ez feljogosítja arra, hogy csak úgy betörjön az irodámba és lerohanjon? Nem, erről szó sincs. Most úgy látszik, félreértett valamit. Ne higgye azt, hogy a párolt zöld borsó jó ürügy egy kis románcra, vagy futószexuális kalandra. Jöjjön ki az ajtó mögül. Még én... a barátkozáshoz is kevésső, ahhoz is, hogy levelezzünk. Jó volt látni magát. Sajnálom, Barry, de az időzítés nagyon fontos, és maga rossz időpontot választott. Ez rossz időpont? Nagyon rossz. Hogy ment? Jó, kösz. Jó lesz, ha bevonulok egy rendházba. Kösz, haver. Jössz inni? Igen, haver. Ígyjuk csak át az egész életünket. Rendben? Jól van. Ami van, öreg fiú? Jössz vagy maradsz? Menjünk már! Megyek! Hello, Rinaldo. Señorita. A szokásosat kérem. Tudom. Ó, milyen gyönyörűek. Frisség. Nagyon szépen. Bornána, señorita. Azt mondja, munka után történt? Igen. A munkaidő vége? 7:15. Ismerte Miss Frederikset? Nem. Egyáltalán nem ismertem. Sajnálom, tudom, mennyire érdekelt szegény. Igen, holnap felmondok. Mi? Össze kell szednem magam. Miről beszélsz velem? Mi lesz? Nem mondhatsz fel. Hogy tudnék ott maradni egy napig is? Mit tehetnék? Mi más tehetnék? Én csak elkútyavetyélném az életemet. Még egy kört. Apám úgyis azt mondta, hogy nem fogom sokra vinni. Nem akarom, hogy csalódjon. Nézd, haver, nem igazán tudom, miről beszélsz. Ami ma történt, az rettenetes dolog, de az élet nem áll meg. Folytatnunk kell, nem fordulhatunk vissza. Lehet. Biztos. Okay.
vége van. Az idő? A pontos idő 12 óra. Vajon mire gondolhatott éppen? Hát nem rám, az biztos. Lustaság. Hatállyal elrendelte, hogy az öt atomfizikus szüntesse be a kísérletek folytatását. Hozé! Nagy újdonságról szóló hírek érkeznek a Jutril intézetből. Az itt dolgozó atomfizikusok úgy vélik, hogy felfedeztek egy olyan módszert, amellyel a szubatom részecskéket a fénysebességnél nagyobb sebességgel tudják mozgatni. Kikísérleteztek egy olyan szerkezetet, amelynek a neve szupergyorsító. Hogyan már, Hozé? Ez egy régi hír. Mi van Liza halálával? Felfüggeszti a további kísérleteket. Ez a felfedezés segítene, hogy megismerjük az univerzumot, és hasznosítsuk annak energiát. Képzeljék el, megoldhatnánk fél Kalifornia energiaellátását egy ilyen méretű erőforrás feltárásával. Fantasztikus! Ha a részecskék mozgását ténylegesen fel lehet gyorsítani a fénysebességnél nagyobb sebességre, akkor ez katasztrófához is vezethet. Felbomlana az idő és a tér. Ide-oda löködnénk az időben, mint egy végtelen hurokban, előre és hátra, mint egy lemez, amelyik elakad, és ugyanaz a nap ismétlődne. Ez az időhurok a börtönünké válna. Memória nélküli rabokká lennénk egy olyan cellában, amelyhez nincs kulcs. Melyik teória az igaz? Közreadjuk egy hallgatónk véleményét, aki a szerelmi vonalat... Igen, egy tudóst megöltek, gyerünk! A következő hét elején hőmérsékletcsökkenés várható. Felkészülhetünk arra... Egy cserepet lelöktem az éjjel. Ó, egek, megint el fogok késni. Jól van, berúgtam. Halló? Szia, mama. Késésben vagyok. Hogy vagy? Igen. Tényleg régóta nem beszéltünk. Igen, találtam egy lányt. Nem fogod megismerni. Azért, mert lelőtték. Nem kamerával, puskával. Mama, mennem kell, később hívlak. Jól van. Tényleg jól bedobtam. Hogy bánsz azzal a labdával? Szánalmas vagy. Mi a fene van veled?
Te beszél szánalomról. Nem mondtam, hogy vigyázz. Szűnnek, haver. Jól van, de egyszer még megjárhatod. Vannak a jelentések. Jackson átharapja a torkodat. Az asztalán, nyugi. Inkább fésüld meg a tolladat. Jack, egy sor sincs az újságokban Lisáról. Miért? Díjat nyert talán, vagy valami meg... Jack, nagyon sajnálom. Hozok egy másik kávét. Kösz. Howard, a fenébe ez rossz vicc volt. Állni csak, kit látnak szemeim? Én letakarítottam az asztalomat tegnap délutánra. Ugye tudja, hogy szívességből tartom itt? Mert az a munka, amit maga így produkál. Szóval fejezze be szépen a jelentéseket, csinálja meg a havi egyenleget, és tegye rendbe az asztalát a munkaidővégére. Én megcsináltam. Mint látható. Mindketten tudjuk, hogy ha akarja, tudja tartani a határidőt. Egy karambol miatt késtem el. Igen. Barry, nem akarok küszködni magával. És a barátja sem akarok lenni, úgyhogy végezze a munkáját. Utálnám kirúgni magát. Végül is egy cukipofa. Látod ezt? Pontosan úgy jött ide, mint tegnap. Tudod, egyszer kefélték meg 100 évvel ezelőtt, de nem esett jól neki. Itt van a legújabb program. Azt hiszed, budjant vagyok. Miért ugranék be kétszer ugyanannak a trükknek? A trükk? A sokkoló lemeznek. Tegnap már eljátszottad velem. Hé, hogy lehet az, hogy Lisa meggyilkolásáról nincs tévéműsor? Még egy újságcikk sincs. Meggyilkolásáról? Ugyan, Howard, ne csináld ezt velem. Ott álltál közvetlenül mellettem, mikor tegnap lelőtték, igaz? Együtt beszéltünk a rendőrséggel is. Együtt ittunk tegnap este, és szólnod kéne, hogy adjam be a felmondásomat. Egy nyomozót keresek, a neve... Krájsz. Ittunk. Úgy van. Te elmentél, én föl akartam csípni a szöszit, kifizettem az italát, de elküldött. Hazamentem és néztem a Batman-t, aztán tornáztam, hogy Nem. Ez két napja volt. Szöszi tegnap előtt volt, és azt mondta, hogy felcsíptett. Krájsz nyomozó? Igen. Kihallgatott tegnap Lisa Fredericks meggyilkolásáról. Lisa Fredericks? Tegnap este ölték meg. Hát láttam, ott voltam, ön is ott volt, és kihallgatott. Halló? Ez bizony, letette le a kagylót. Vagy baj, felhívtad, és ez most egy nagy... Tudod, hogy benne vagyok minden baromságban, de a gyilkossági csoporttal ritkán viccelődnék. Miss Fredericks? Üdvözlöm, hadd nézzek bele. Lisa. Nagyon jó, miért nem hagyta ott a többit az íróasztalomon? Jobb így. Köszönöm szépen. Lisa. Igen? Barry, a bisztróból, akit aztán kirúgott. Hát, nem tudom elérni. Bocsánat, de biztosan összetévedt. Nem ölték meg, azt hittem meghalt. Élek, és még nincs kedvem elhalálozni, Lisát. Annyira örülök, hogy jól van. Nézze, sajnálom, de... Ki ez? Tényleg nem tudom, nem ismerem magát. A cigarettát? Nem, köszönöm. Viszlát, elintézzük azt az ügyet. Mit, Jackson? Mindnyáján csinálunk hibákat, igen, de helyre uram. Kell hoznunk. Igen, uram, jó. Igen. Biztosíthatom, uram, hogy intézkedem. Mi folyik itt? Mondd meg neki, hogy nem én csinálom. Hülyének néznek maga miatt. Elküldöm a technikai csoporttól el. Jó. Levonhatja a következtetést, és okulhat belőle ennyi. Howard ezután maga fogja ellátni a feladatot. Ne féljen. Jó van. Elküldi a két legjobb asszisztest. Én tegnap visszavettem őket. Még egy hasonló, aki még egy, és repülni fog, megértette? Aha. Repülni.
újságom, na add vissza! Az időugrás teóriája létező fenyegetés, a kísérletek szerint megismételhető az idő. Dr. Maxley? Igen? A nevem Barry Thomas. Tegnap találkoztunk. Ó, maga az Thomas? Igen. Nem találkoztunk. Hozzák helyre az ügyet. Na, olvastam valamit az újságban az időugrásról, hogy az idő megállítható, visszajátszható, ismételhető. Ezt ragadták ki az előadásomból, de nem hibáztatok senkit, mert az elmélet túl bonyolult. De Dr. Maxley, szerintem megtörtént az időugrás. Ez a nap ismétlődik. Ó, milyen szokatlan dolgot mond. De én láttam, a dolgok ugyanúgy ismétlődnek. Mr. Thomas, ha egyszer megtörténik az időugrás, minden visszafordul a kiindulási pontjára. A maga memóriája is visszafordul az univerzummal együtt. Az a tény, hogy maga emlékszik, azt jelenti, hogy nem történt időugrás. Ne aggódjon, Emil. De, jó napot! De... Remek. Rémes, az egész iroda szétesett. Akadályozod a munkát, és mi szenvedünk miattad. Jó, jó. Bocsánat, hogy úgy lerohantam ma reggel, de egy kicsit sokkos állapotban voltam. Azt hiszi, hogy a reggeli malőr feljogosítja a barátkozásra, és csevegni akar vele. Nem, Jézusom, dehogy is, ilyesmi sose jutna eszembe. Jó. Kaphatok pár rozsdőt, borsot? Gyűlölök új, érdekes és vonzó emberekkel találkozni. Eszébe se jusson, hogy beszélgethetne velem. Egy adag makarónit kérek. Köszönöm. Bocsánat, elfelejtettem a nevét. Mi? Barry. Barry Thomas. Lenne kedve velem ebédelni? Barry, maga kedves fiú, de ma nem hiszem. Ugyan már, megérni, higgy el. Hogy érti? Szóval, meghívnám ebédre. Megígérném, hogy nem köpök a tenyérjába, és nem csápcsogok ebéd közben. Köszönöm. Na, mit szól? Jól van. Köszönöm. Segítség. Én az elmélet világában élek, nem a valóságban. A valóság olyan kiábrándító. Igen, tisztán tartani a kezét és csak az agyát használni és kitalálni a dolgokat, az az izgalmas, ugye? A dolgok nem mindig működnek úgy, ahogy az ember elképzeli. Na de... Lisa, nem kellene főszednek fiúkat az ebédnél, nem tudhatod, ki félik. Joan, ismerd meg Barryt és egyél valamit, mert sovány vagy. Nem visel karikagyűrűt. Wow! És maga? Nyugi, a nővérétől kapta. Lisa egyedül él. A mai közös vacsoránktól eltekintve eléggé szabad. Ha így kibeszéltek, már itt sem vagyok. Ma este nem megy el a vacsorára. Ó, dehogy nem, Joan dühös lenne, ha csak úgy lemondanám. Ismét? Csak kétszer mondtam el. Nem, az biztos, hogy ma este nem megy el a vacsorára. Miért nem? Ez a nap ismétlődik. Megtörtént az időugrás. Rögtön munka után 6:45, amikor Virágot megy vásárolni. Magát lelövik. Én már láttam. Ma mindenki ugyanazt mondja, amit tegnap mondott. Ugyanazokat a dolgokat csinálják. Az újságok ugyanazt írják. Minden pontosan ugyanúgy történik, mint tegnap. Bizonyítsa be, mondjon egy példát. Jól van. Jól van. Ó, bocsánat. Nem figyeltem oda eléggé. Jól van, megkönnyítem. Mit csinálok ezután? Megszólal a pittyegője, feláll és elmegy. Nos, remélem jól mulat a kis Ded játéka. Én hívjon fel, ha majd felnő. Kétszer magára lőnek, higgy el, amit mondok. Lehetetlen. Ez azt jelenti, hogy ma nem zárhatjuk le a gyorsítót. Vissza, nincs más választás.
működőképes állapotban kell tartanunk addig, amíg ki nem vizsgáljuk a helyzetet. Tudja, hogy ez katasztrófához vezethet, ha ez az egy ólomzár is megsérül, sugárveszélybe kerül az egész minden laboratórium. Minden jól működik, nem értem, hogy mi történt. Ez szörnyű felismerés számomra. Biztonságosnak mondtuk, és most nem zárhatjuk le legalább 2 hétig. Azonnal elrendelem a kivizsgálását. Sajnálom, Tadeusz. Nem a maga hibája, Lisa. 40 év óta minden találmányommal van valami zűr. Minden jóra fordul, meglátja. A következő terve jobb lesz. Nem vállalok több kivitelezést. Nem hagyom, hogy lekezeljenek. Nincs szükségem további csalódásokra. Ellenőrizné az árakat? A kivizsgálás csak holnap kezdődhet. Akkor megyek, ellenőrzöm az árakat. Várjon csak, ha nem bánja majd én. Rá kell jönnöm, mi történt. Nem, hadd csinálja ő. Tadeusz, ez az én dolgom. Ha még egy ólomzár megsérül, saját glóriánkkal adolvashatunk. Ez az én részlegem, Tadeusz. Csak én kezelhetek mindent. Azt akarom, hogy ő csinálja. Kezdettől fogva közreműködöm a tervben. Ez az én szakterületem. Éppen elég gondot okozott már. Maga hogy kerül ide? Én csak... Hívják azonnal az őrséget! Hát ez hogy ér? Hogy jutott be? Vidd fel az aktákat a 3. szintre, és hívd fel Mr. Stevens, beszélni akarok vele 4 órakor. És hoz nekem egy kávét, jó, friss kávét. Meglepetés, a hónap dolgozója. Maga behatolt a legszigorúbban őrzött területre. Kihallgatott egy fontos beszélgetést, mindezt rajtam kérik számon. Kedvele magát, ezt jól tudja. De kirúgom. Adja ide a kártyáját, és pakoljon az asztaláról estére. Tudja, mi a legfurcsább? Hogyha ma tényleg ma lenne, én mondtam volna fel. Hé, sajnálom, öreg. Szalavi. Mi van? Kirúgtak? Elhiszed-e, ha mondok neked valami egészen elképesztő? Igen, mondd csak! Lisa Fredericks-et ma este 6:15-kor megölik. Ez a nap ismétlődik. Megtörtént az időugrás. Aha, értem. És ezt már mondtad valakinek? Igen. Hát akkor ezért rúgtak ki. Rendben, egy kicsit ki vagy. Megvan az oka. Déjà vu érzésed van, vagy szédülsz, vagy hasonló, de ezt lehetne gyógyítani, igaz? Emiatt nem rúghattak ki. Howard, szűdj meg! Bocs, haver. Dr. Fredericks-et kérem. Hívja fel Barry Thomas-t, a számom 322. Nagyon sürgős, nagyon. Lisa! Lisa! A kártyát kérem. Én... Lisa! Nem engedhetem be kártya nélkül. Hello, Rinaldo! Ah, señorita! Como está? Köszönöm, jó. Frissek a rúzsák? Sí, sí. Barry, hova rohansz? Frissek! Hova rohansz? Lisa! Hasonljon le! Ez nem lehet. Ez nem lehet. Honnan igaz? Honnan tudtad? 22-es járőr. Itt a központ, jelentkezik. Az úgy volt, hogy kijöttem Barry előtt. Kiértem az utcára. Bocsánat, és... uram. Ön Barry Thomas? Nyomozó úr, ugye már hisz nekem? Kérem, jöjjön be velem az őrsre. Fel kell tennem néhány kérdést. Hogyan? Várjon egy pillanatot. Ő már tett tanúvallomást. Egyszer értünk ki az utcára, és ő nem csinált semmit. Felhívott ma reggel, és gyilkosságról beszélt. Maga is sitra akar kerülni? Thank you.
Ez a nap is megismétlődik. Ez nem vicc, hapsikám. Itt minden nap tök egyforma. Te jó ég, mi lesz, ha nem? Kell még egy lehetőség! Helye, nincs több lehetőség, hapsikám. Le kell ülnöd az időt. Ma megmentem őt. Á, mi csak kit látnak szemeim? Anne, teljesen igaza van. Ha itt akarnék lenni időben, itt lennék. Szóval befejezem a jelentést, megcsinálom a havi egyenleget, és rendet rakok az asztalomon estére. Maga nem akar küszködni velem, Anne. Sőt, a barátom sem akar lenni. Szóval miért rúgod ki, mikor olyan cuki pofa vagyok? Howard? Igen? Tüntesse el ezt a szennyfoltot. Szép munka volt, haver. Teljesen a torkára forrasztottad a szót. Emlékszel valamire a tegnapi napból? Hogy ne emlékeznék, ember? Ittunk valamit, és felcsíptem a szöszit, amikor elmentél. Nem. Lelázott téged, hazamentél, és nézted a Batmant. Ahogy? Szeretnék neked elmagyarázni valamit, de úgysem hinnéd el, úgyhogy bízz bennem. Beszélnem kell Dr. Maxley-val, aki azonnal itt lesz, de előtte Lisával kell beszélnem, akit el kell kapnom az előtérben. Szóval, ha Maxley ide jön, kérlek, hogy tarts szóval. Érthető? Jó. Várj csak, Dr. Maxley az ügyosztály vezetője. Ide jön, hogy beszéljen velünk. Ezt te honnan tudod? Bízz bennem. Tudom. Hé, Lisa, az időugrás. Igen. Elég elképesztő teória, nem? Bocsásson meg, ki maga? A nem, Barry, Thomas. Szóval a saját nevét is tudja, meg az enyémet is. Nézze, tudom, hogy siet, és nem akarok udvariatlan lenni, de pont fél egykor ebédelek a bisztróban, ami azt illeti, utálom az új, érdekes és vonzó embereket, és egyedül szeretek enni, de ha együtt ennénk, mert együtt kell lennünk, nem tudom, hogy beszélhetnénk-e arról, hogy milyen csodás az elmélet, és milyen kiábrándító a valós világ. Wow, igen. Ez egy egész jó ismerkedés. Ezt nekem mondja, már két napja ezen munkálkodom. Azt szóval akkor 12.30-kor rendben. Ne felejts el! Ki ez? Halvány fogalmam sincs. Cigaretta? Nem dohányzik. Maga 4 éve dolgozik itt, ugye? 4 éve. Figyeljen jobban. Honnan tudtál Maxley-ról? Csak nem ment el már is. Hülyének néznek maga miatt. Elküldöm a technikai csoportba, levonhatja... Mr. Maxley, segíthetek valamiben? Kérem, szeretném, ha felügyelni a szobát. Azonnal felküldöm, már is előkeresztettem. Johnny, keresd elő és mit fel Maxley-nak a kérdésre. Joan, ha felhozzák az anyagot, hozza be, kérem. Igen, uram. Joan! Igen, Lisa? Hello. Mit segítek? Hagyja ide ezt az aktát. Ezt az egészet ellenőriznünk kell. Megcsináljuk. De minél előbb el kell döntenünk, mi legyen a következő lépés. Persze tudom. 3 év ráment az életemből a tervre. Mit tegyünk, szegjük meg a törvényt? Sokan megteszik. Nézze, a kormány leállította a kísérleteket. Ne tegyük a helyzetet még nehezebbé. Jól van. Jól van. Ó, láttam pár hűtési tanulmányt a laborban, mintha magái lennének. A fenébe azt hittem, mindet visszaadták. Bocsánat, nem magára vagyok ám dühös. Persze értem. Ó, Merlin, megtalálta a papírjaimat? Persze, még délután. Már is igen, jó lesz, köszönöm.
összeütközés, kávé. Maxli megjelenik, Lisa a folyosó. Lisa pityegője megszólal, a légkondi szerelő Lisát megölik. Pofa be! Azt hiszem, zöld borsót ennem, ma egész kitűnően sikerült. Maga nagyon furcsa fickó. Várjon csak, mi is a munkája? A személyzetén dolgozom, de valami egész más szeretnék csinálni. Munkát akar változtatni? Nem, nem, a munka minden reggel ugyanaz. Mutatni szeretnék valamit. Nézzen csak oda, a sorba állókra. Látja ezt a két embert? Össze fognak ütközni egymással. És azt az asszonyt jobbra? El fog lopni egy olajbogyót a salátáról. Ha? És azt a fickót? Ott jobbra. Tüsszenteni fog. Hm? Maga lélekbuvár. Nem. Nem, csak tanulom a pillanatok megbecsülését. Lehet, hogy nem csinálok többé mást. Hisz a második lehetőségben? Nem, én nem hiszek. Hogyha az időugrás tényleg megtörténne, és kapna egy második lehetőséget, hogy megismerjen valakit, akit már régóta figyel, és most a közelébe juthatna, valakit, akivel egyszer beszélt, de tudni akarná azt, hogy melyik a kedvenc virága, a magáé a vörös rózsa. Láthatott rózsát vásárolni. A gyűrűt a nővére adta magának. Joan mesélte tegnap, amikor itt ült. Ma is itt kellene lennie, de valami történt, mert nincs itt. Mondtam, hogy randevunk van. Ez tényleg nagyon furcsa. Nézze maga, tudós, beszéljünk az elméletről, rendben. Az időugrásnak meg kell történnie. Ó, elnézést, Miss Fredericks, csak bocsánatot szeretnék kérni, hogy Mr. Thomas bement az irodájába ma reggel. Hogyan? Nézze, csak arra jártam, és láttam, hogy Deng bement az irodájába, és az aktái között kutatott, és elvitt közülük egyet, amíg maga kiment. Nagyon sajnálom. Ha tudtam volna erről, rögtön kirúgtam volna. Csináltam egy időtérképet arról, mi történik. Pont 4:45-kor kijön az utcára, megveszi a virágot. Tudom, hogy ez szörnyen hangzik, de megölik magát két lövéssel. Van egy órája, van, hogy lepakolja az asztalát, vagy hívom a biztonságiakat. Ki van rúgva? Meg fog szólalni a pittyegője. Dr. Fredericks, nagyon sajnálom. Jaj, micsoda csalódás. Valójában nem én hoztam ide. Már itt volt a cégnél, amikor én idejöttem. Minden rendben, Jack. Hé, mi történt, haver? Csak nem rúgott. Szükségem van egy sárga szerelőruhára. Miért? Ki vagy rúgva, nem? Figyelj, haver, én gyerekeket akarok, oké? Hagyják ki a buliból, rendben? Jackson ki fog herélni. Biztos, hogy nem jön vissza 1:20-ig. Pont akkor rúgott ki tegnap. Van még 4 percünk. Szóval, a szerelő 1:40-kor megy a kutatószárnyba megjavítani a légkondicionálást. Az 24 percet jelent mostantól. Ha rögtön meg tudod szerezni a szerelőruhát, akkor be tudok jutni én szerelőnek álcázva, rendben? Nem, nem, ezt nem akarom. Most eztől meg lehet halni, Barry. Hidd el, én meghalnék. Mi a fenét csinálsz? Fekete listára kerülök miattad, és mehetek a Notre Dame-ba toronyőrnek életem végéig. Ennek, hívd a 3. szintre, és hívd fel Mr. Stevens. Beszélnem kell vele 4 órakor, és hozz nekem egy kávét, egy jó friss kávét. Miss Jackson, mi történt? Ennek, mit csináltál a székemmel? Én ezt nem csak értem. Egy dolgot ígér meg, rendben? Ígérd meg, hogy nem fog egy rémes kis hordító szörnyetek kibújni a mellkasodból. Ígérem. Ígérd meg! Hé, meg kell javítanom a légkondicionálást dr. Specter szobájában. Hol az egyenruhád? Elszállítottam egy ablakot, de nem mondták, hogy frissen van festve, így hát át kell letöltöznem. Jól van, menj csak. Kösz.
Igen, uram, utána néztem az engedélyének, nem mehet hozzá, már várja magát. Köszönöm, kisasszony. Igazán, nagyon köszönöm. A légkondicionálást javítom dr. Maxlinál. Ez itt dr. Specter irodája. Ó, Maxli, Specter, micsoda különbség. A légkondi mindenütt ugyanaz, és 100 fok hőség is lehet holnapra, úgyhogy írja alá. Nem értem, mi történhetett. Ez szörnyű felismerés számomra. Biztonságosnak mondtuk, és most nem zárhatjuk le legalább 2 hét. Elrendelem a kivizsgálást. Kérek egy kivizsgáló egységet. Jól van. Holnap délelőtt 10-re itt lesznek. Gyerünk, Lisa, emeld már fel a fenekedet. Gyerünk. Lisa! Irodába. Ez az én részlegem, nem a magáé. Vállalom a felelősséget. Nem vállalhatja a felelősséget. Tadeusz megkért, hogy ellenőrizzem magát. Azonos beosztásban vagyunk. A francba! Hadd tegyem, amit jónak látok. És nem lesz semmi baj. Ma nem áll a helyzet magaslatán. Maga nem veszélyeztetheti a kísérletet. Világos? Ne szóljon bele a munkámba! Figyelmeztetem! Ne fenyegetőzzön! Tűnjön el az irodámból! Azonnal! Jó. Mit művel maga a szobámban? A légkondicionálást javítottam meg. Egy percig se aggódjon, jó, hogy szóltak, mert holnapra kész szauna lett volna benn. A légkondit kell helyrehoznom dr. Specternél. Igen, jó, de valaki járt már itt. Lehetetlen. 15 perce szóltak, és éppen most értem ide. Valaki bement illegálisan. Csak 2 percet adjon, kérem. Mit keres maga itt? Az őrséget kérem. Ne. Ne, hallgasson rám, a gyorsító működésbe lép ma éjjel. Lehetetlen, azért nem lehetetlen, kérem, nem tudták lezárni, mert az egyik ólomzár megsérült. Maga honnan tudja ezt, ez szigorúan titkosan? Nézze, ellenőrizze a komputerét, valaki belenyúlt a programba. Szabotás történt, így nem tudták lezárni, és be fogják indítani ma éjjel. Kérem, nézze meg a komputerét, ha tévedek. Boldogan rúgom ki magam az irodájából. Kérem. Jól van. Kérem. Ezt azonnal tisztáznom kell. Látja, el akarták titkolni az információt. Ezt a fájt nem használhatom többet, pedig csak ez kapcsolódik a gyorsítóhoz. Úristen! Ezt próbálom elmondani magának 2 napja. Figyelem! Riasztás minden tudományos részlegnek! Tartóztassák fel a szerelőt, aki dr. Specter szobája felé tart! Ez én vagyok, el kell tűnnem innen. Nem, meg tudom magyarázni nekik. Megmagyarázza, és mit mond, hogy a nap ismét lődik, ez rossz ötlet. Már én is megpróbálkoztam vele. Várjon meg engem a kijáratnál 6 órakor, ne csináljon semmit, ne szóljon senkinek, jó? 6 órakor. Megvan, 4-es pult, B-szekció, itt rohan előttünk, megpróbáljuk elkapni. Thank you.
Igen? Én vagyok. Nézze, van egy kis gondunk. Fredericks együttműködik valakivel. Nem tudom. Segítségre van szükségem. Jó. Ha megtalálod őket, tudod, mi a dolgod. Rendben. Maradj ott, Lisa, maradj ott. Mit csinált, amikor kijöttem az irodába? Mi? Mit csinált? Lemásoltam a Denk elleni bizonyíték. Lemezre? Igen. Magával hozta? Nem, az irattartóban hagytam. Úristen. Atyám! Föl kellene hívni Washingtont, vagy a rendőrséget, vagy valaki. De itt nincs telefon. Ez komoly. Anyám elmélete az, hogy praktikusabb egy hordozható telefon. Jézusom. Ez így van. Nincs telefon, nincs lemez. Mit tegyünk? Menjünk a sóhivatalba? Van időnk. Kitalálunk valamit. Ez gyönyörű. Tudja, utoljára talán 9 éves koromban jártam erdőben. Eltemettem a kanárimat. Sírkövet is tettem rá papundekliből. A sírvers így szólt. Repülj az égbe. 20 éve nem meséltem. Senkinek. Maga hogy jött rá? Miben különbözik tőlünk többiektől? Nem tudom. A memóriám sem a legjobb. Nem tudom. Valami történt magával, vagy csinált valamit? Hogy jött rá már első éjjel? Miután magát lelőtték, berúgtam.
Aztán hazamentem, félájultam, bezuhantam az ágyba, és mikor felkeltem, ugyanaz a nap volt. Nem, valamit biztosan kihagyott. Nem, ennyi volt, higgyel, nem történt semmi különleges. Nem csinált semmi rendkívülit, nem volt valami fém vagy kémiai anyag a közelében, nem rázta meg az áram, gondolkodjon! Jól van, mikor beájultam az ágyba, az órán 12:01 volt, és valami megrázott. Megrázta? Igen, eltörött a lámpám. Meg akartam javítani, megfogtam a drótját, és jól megrázott. Világítottam, mint egy karácsonyfa. És aztán? Aztán? Reggel lett. Ez is egy elmélet. Scott elmélete szerint a tudat az időugrástól függetlenül is létezik. Magát az első időugrás előtt rázta meg az áram. Az megváltoztatta az energiaszintjét, kilökte az időugrokból, és megmaradt a memóriája. Fogadok, hogy így volt. Mázlin van. Ha. Barry, én nagyon sajnálom. Ne. Maga megmentette az életemet. Önérdekből. Már nagyon hosszú ideje figyelem magát az irodában. Az első nap, mikor erőt gyűjtöttem, hogy megszólítom, bolondot csináltam magamból. De aztán arra gondoltam, lesz még lehetőség, hogy beszélgessünk. Csak hát így... Beszélgettünk? Igen, beszéltünk. Milyen voltam? Szuper volt, nagyon kedves. Kirúgott az irodából. Bocsánat, én... Nekem nagyon rossz napom volt. Aztán másnap, mikor azt láttam, ahogy él, rájöttem, hogy itt a második lehetőség, hogy megmentsem magát. Sajnálom. Én nem hagyom, hogy még egyszer meghalljon. Tudod, nem vagyok egy gyorsan ágyba bújó típus. Azt én is elmondhatom. Hány óra van? Ó, atyám, 12 óra van. Tennünk kellene valamit. Már nincs időnk. Mondd meg gyorsan, mi a kedvenc színed? Mi? Melyik a kedvenc színed? Zöld. A kedvenc kajád? A füstölt osztriga. A kedvenc számod? A 37,1. A kedvenc zenéd? Ó, ez nehéz. Jó, gyerünk, mondd már! Nagyon szavarban. Na, mondd már! A Carpenterek. A Carpenterek? Most ugratni akarsz? Lisa, szeretlek. Lisa folyosón Denkel, aki rányújt. 9:25 Denk Lisa irodája felé megy. 12:30 ebéd Lisával. Mama, visszahívlak, a nap ismétlődik. 1 óra Lisa pittyegője megszólal. 1:40 Szánalmas vagy! Hogy bánsz azzal a labdával? Mi a fene van bele? Mi csak, itt látnak szemeim. Ó, Annie, jobb, ha nem cukkolja fel magát.
Ha nem lenne így, sokkal jobban menne a munka. De így, hogy folyton ilyen átkozottul nyüzsök, senki sem képes koncentrálni. Szűnjön meg, ne nézzen minket hülyének, és ne cukorfalatozzon le senkit! Szóval... kígyót melengedtem a keblemen egy éven át. Köszönöm. Nos, itt az ideje, hogy értékeljem a teljesítményét. Tegye azt. Hát, jó volt magával, Barry? Bocsánat, Barry. Lisa. Egy kicsit zavarban vagyok, honnan ismer engem? Jól van. Tudom, hogy magát csak a lényeg érdekli, hát tessék, figyeljen egy kicsit. Elmondok magának valamit, ami hihetetlenül hangzik, de aztán felsorolok néhány tényt. Megtörtént az időugrás, és mi már előtte találkoztunk három alkalommal is. Elmondta, hogy a kedvenc kajája a füstölt osztrig, a kedvenc száma a 37,1, kedvenc együttes a Carpenterek, bár jobbat is mondhatott volna. Nos, Denk illegálisan beindította a gyorsítót. De maga erre csak ma délután jött rá, és a Denk elleni bizonyítékokat rávitte egy lemezre, ami ezután jön egy kicsit kínos. De láttam, hogy kétszer magára lőttek a diszk miatt. De tegnap megmentettem magát. De azután jött az időugrás, és minden kezdődött előről, és én itt állok működő memóriával. Látja, én vagyok az egyetlen, aki emlékszik arra, hogy mi történt. Csináltam egy időtérképet, maga csak üljön vissza, és nézze végig a napot. Most 9:15 van. Lisa? Tadeusz. Barry Thomas? Igen, doktor, megvan a jegyzéke. Maga is, Lisa. Elveszítjük az asszisztenseinket. De talán nem. Dr. Maxley, az ön két asszisztense visszakerült a helyére. Ebédidőben megkapják az értesítést. Tadeusz, Barry volt olyan kedves. Dr. Fredericks volt olyan kedves, és elmagyarázta az ügyet. Ugye, Dr. Fredericks? Nagyon köszönöm, Lisa. Dr. Maxley nagyszerű volt a tévében. Én Anne Jackson vagyok, a személyzet. Dr. Maxley nagyon elfoglalt ember. Nincs ideje, hogy a maga ömlengését hallgassa. Ez így van. Dr. Maxley, bármilyen gondja akad, forduljon egyenesen hozzám, ne a beosztottjaimhoz. Nos, úgy tűnik minden rendben. Köszönöm, Lisa, találkozunk 9:30-kor. Jó napot. Jó napot. Jó napot. Howard! Nézzen oda, látja? Most gyújt rá egy cigarettára. Mostanában minden reggel itt találkoztak, és nem tudja, hogy most velem van. Mindössze annyi a dolgunk, hogy ma távol tartsuk Denket a lemezektől. Ma reggel én viszem be az összes információt, rendben? Nem, ezt nem fogadhatom el. Amikor 9 évesen eltemette az erdőben a kanáriát, ez a sírvers állt a Papundekli sírkövön. Repülj az égbe! Személyzeti? Igen, uram. Igen, itt vannak. Hogy mondja? Jól van, de ne vigyél. Bízzon bennem. Még nem tudja ezt felfogni. Így bízzon bennem. Találkozzunk 1/2 óra múlva a kijáratnál, rendben? Rendben. Kaszanova, nagy vagy! Mondd, hogy csináltad ezt? Csak így tovább, haver, így tovább! Barry, jöjjön be azonnal az irodámba. Nyugi, Piroska, felmondok, jó lesz? Ezt már előbb meg kellett volna tennem. Nem, Barry. Most hívott Dr. Maxley, mert magát letartóztatják. Ó, miért? Mert titkos kompjúteradatokat lopott el. Jöjjön velem, kérem. Na de... Howard! Családi állapota? Nőtlen. Foglalkozása? Nem tudom, hány óra van. Azt hiszem munkanélküli. Hé, legalább most nem gyilkossággal gyanúsít. Társadalom biztosítási száma? Jobb lesz, ha megtanulja. Lehet, hogy évekig ismételheti naponta. Na, 6 óra múlva megint kezdhetem. Hello, hogy van? Thomas!
Kiváltották? Micsoda mázista vagy, haver! Hé, itt a második lehetőség. Honnan szereztél pénzt az óvadékra? Csak azt ne kérdezz, hogy miért csináltam, mert gőzem sincs. Most sem fogják megölni, ez nagyon jó. Barry, én... Nézze, mi... Maga tényleg szeret engem, csak éppen nem emlékszik rá. A világért sem akarok tovább zavarni. Barry, hívjál, ha kitisztult az agyad. Csukja be az ajtót és maradjon. Nem akarok feleslegesen aggályoskodni, de nem kereshetnénk valakit, aki ért az ilyesmihez? Howard. Howard, tudja, nézd, hogy mi nem vagyunk néhány dolgot. A gyorsítót be akarják indítani ma éjjel, és én visszakerülnék a mókuskerékbe, te pedig... A rendőrség elvihetni a diszket. Jól van, ez a szívjuk a rendőrséget. Ők tudják. Howard. Ez túlnő az ő hatáskörükön, ez Washington ügye, de nincs elég... Vissza kell jutnunk az épületbe, van erre valami lehetőség? Azt hiszem, van. Igen. A gyorsítónak 2 óra melegedési időre van szüksége a működéshez. Jó. Ez azt jelenti, hogy van 3 óránk, ha be tudunk jutni a laborba, kikerülve az őröket és a kamerákat, megszerezhetjük a bizonyítékot és leállíthatjuk őket. Fizesd már ki! Mi? Nincs egy vasam sem! Tudja, nagyon jó volt magával a múlt éjjel. Tényleg? Igen, sétáltunk az erdőben, üldögéltünk a kandallónál. Üldögéltünk a kandallónál? Igen. Csak nem azt akarja mondani, hogy mi... Hogy maga, hogy... Te bújt az ágyba? Jézusom, maga bebújt az ágyba. Maga is bebújt velem, nem csak én egyedül, nem. De ez olyan furcsa. Igen, tudom, de olyan csodálatos volt, egetrenget. Jöjjenek csak be a sikátorba. Gyerünk, maga is, mozgás! Arra szépen! Ezek a fickók akarnak meggyilkolni. Hol van a többi diszk? Kik maguk? Pofa be! Ugyan, hagyjanak már! Figyeljen a kérdésre! Készített több lemezt is? Bocsánat, uram, nekem nincs közöm a dolog. Pofa be! Nincs okuk arra, hogy itt tartsanak. Pofa be! Nem létezik több lemez. Sajnálom, Barry, de ez... Mondd meg nekik, hogy semmi közöm az egészhez. Semmi közöm, igaz? Bármit mondanék, nekik nem vennék semmi hasznát, ugye? Én nem tudok semmit. Jézusom! Nem hagyta még a villanyt.
Lisa! Tadeusz van bent a házban. Hogyan? Sajnálom, hogy nem mondhatta meg előbb, de... De 6 hónapja felkért engem az igazságügy, hogy segítsek és figyeljem Tadeuszt. Miért kell figyelnie Tadeuszt? Mert arra gyanakszanak, hogy megszegi a biztonsági előírásokat és szabotálja a kormányrendelet végrehajtását. Mi az ördögről beszél? Lisa, ő tette tönkre az ólomzárakat, hogy ne hatástalaníthassuk a gyorsítót. Max Lee tette tönkre. Így van. Aha. És nem tudhatjuk, hogy mit művelt még. Azt hiszem, jobb lesz, ha beszélünk. Én nem hiszem. Attól félek, szükségem lesz a maguk tanúskodására. Menjünk. Rendben. Tadeusz, mit művel? Sajnálom, a játszmának vége. Hál' Istennek, hogy jó. Tadeusz! Robert ma nem indíthatja el a gyorsítót, több lenne, mint veszélyes. Maga meg miről beszél? Így igaz, Robert. A maga neve szerepel a komputerben, mint indítása jogosulti. Ez lehetetlen. Dr. Maxley, tisztelettel kérdezem, mit keres a házamban? Sajnálom, de reméltem, hogy találok lemezeket Denk elleni bizonyítékként. Tönkretette a programot, mielőtt bármit kimenthettem volna. Hazudik! Kire vár maga? Ki az a két ember odakint, akikkel beszélt? Kik azok? Hello, Ted. Én vagyok. Hol a francba vannak az emberek? Kiben beszél maga? Ne mozduljon! Én csak leteszem a kabátomat. Rendben. Jó megoldást választott. Jól bemártott. Hát nem értik. A szupergyorsító 50 billió dolláros üzlet lehet 5 éven belül. Maguk nem számítanak. Tadeusz, azt mondtam. Azt mondtam, amit kellett. Néha úgy kell rosszat tennünk, mintha az jó lenne. Elnézést. De maga... Ne! Őszintén sajnálom. Most idő 7 óra 35 perc, kérlek, kérlek. Rohadék! Hát miféle ember? Ez egyszerűen hihetetlen. Lelőtte Denket, őt, meg engem hidegvédő. Így van ez, ha de most végét. Nincs több mókuskerék, te szemét állat. A pontos idő 7 óra 35 perc. Kérlek, kelj fel. Kérlek, kelj. A kormány azonnali hatállyal elrendelte, hogy az 5 atomfizikus szüntesse be a kísérletek folytatását. Hozé! Méri, nagy újdonságról szóló hírek érkeznek a Jutról intézetből. Az itt dolgozó atomfizikusok úgy vélik, hogy felfedeztek egy olyan módszert... Hello, mama. Tényleg régen beszéltünk már. Igen, megismertem egy lányt. Bár nem hiszem el, hogy összejön a dolog. Mondd, mama, mi van? Mi ez az egész? Igen? Azt mondod, ahogy érezzük? Ez az. Azzal nincs baj. Te mondod, hogy a jóért küzdeni kell. Mama, én késésben vagyok, de... Ígérem, hogy majd felhívlak, jó lesz? Én is szeretlek. Szia, mama. Szánalmas vagy? Hogy bánsz azzal a labdával? Mi a fene van veled? Bánj velük, tisztelettel. Ők is emberi lények. Nem is vagy te olyan rossz srác, mint gondoltam. Mi a fenét csinál itt? Tudom, hogy ki vagy. Segítesz az igazságügynek megfigyelni Maxley-t, én meg szívesen vízbe folytanám. Elkapjam. Jó reggelt. Jó reggelt.
Jöjjön be. Robert, ez meg mi? Kaptam egy jelentést. Jobb lesz, ha rögtön leül. Barry mondani akar valamit. Az időugrás megtörtént. Mit mond? Az időugrás. Benne vagyunk. Megállt a föld is, mint tudjuk. A gyerekek nem nőnek fel, az emberek nem halnak meg. Sosem megyünk szabadságra. Virágot nem láthatunk kinyílni többé. Maga mi a csodáról beszél? Beleszerettem egy fiatal lányba, de csak pár óráig láthatom naponta. Megszakad a szívem, hogy reggelente úgy néz rám, mint egy idegen. Tudja, mindig vele lennék. Vele szeretnék megöregedni. Az élet azért olyan pontos, mert az idő múlik. Ki az a lány? 37-1. Osztriga. Zöld. A Carpenterek. Röpülj az égbe. Na jó, figyeljenek. Úgy csinálunk, mint a rendes nap lenne. Mikor bemegy este, hogy bemelegítse a gyorsítót, erősítést kérek. Maguk is ott lesznek. És megállítjuk. Jó, mert ha felébredek holnap és ma lesz, a guta fog megütni. Hányi csak. Kit látnak szemeim? A nevem Robert Denk, az övé Dr. Fredericks. Igen, tudom, ismerem önöket. Igazán nagy öröm számomra, hogy... Sokberihez hasonló ember kellene, ő egy kitűnő munkatárs, és kérjük, kezelje szívélyesebben. Hogyan? Barry, igen. Kérnék egy értékelést Miss Jackson munkájáról délutánra. Oh, hogy nem? Egy értékelést? Ó, így összetartunk. Hé! Howard, hát te élsz! Szocsoksz itt össze-vissza, már tőled be is prepálhatnék. Bocs. Vigyázzat, fiúk! Csak! Annyira sajnálom. Ez szörnyű felismerés számomra. Biztonságosnak mondtuk, és most nem zárhatjuk le legalább 2 hétig. Senki nem sérült meg. A sugárzás nem tört ki az atomtörzsből, az emberek ezt megértik. Duplán ellenőrzöm az ólomzárat. Köszönöm, Lisa. Tadeusz, vállalom a felelősséget. Hívok egy vizsgálóegységet, és azonnal tájékoztatom a sajtót. Csodálom a hozzáállásukat. Ne zavarjanak, kérem. Köszönöm. Régóta figyeltelek. És mióta? Legalább egy fél éve. Láttam, hogy mindig vörös rózsát veszel. Így hát arra gondoltam, hogy a kedvenced a vörös rózsa. A szokásos. Hogy van, Rinaldo? Hát csak majd. Tényleg? Igen, boldog. Thank you.
Köszönöm. Elhiszed, hogy a kávé illat az öt legjobb illat között van a világon? Nem. Pedig így van. Szorosan mellette áll a sorban a házi sütésű friss kenyér illata. Az új cipőjé. A friss rózsáé. Az esőjé. A parfümödé. Nem tudom, mi történhetett a többi napon, de ezt a mait nem ártana egy kicsit lelassítani, ugye? Most már túl késő. Majdnem meghalok érted. Olyan szokatlan az egész. Tudod, nagyon jó lesz. Mert nagyon jó volt. A helyi hírek következnek. Ma este megölték Robert Denket, a Jutrell Kutatóintézet tudósát. Az áldozat holttestét a kocsijában találták meg. Nem változtatta meg a kódot. Jó, ez nekünk vagy rossz? Nem tudom. Á, Dr. Frederick. Igen? Ön bizonyára Barry Thomas. Hello, üdvözlöm. Kérem, hogy jöjjenek velem egy percre. Ki kell hallgatnom önöket a gyilkosság ügyében. Hogyan? Dr. Maxley rendelete. Figyeljenek, fiúk, ez egy nagyon nehéz hét volt. Túl sok volt ez a kett. Uram? Már majdnem megöltek. Uram, úgyhogy én megértem, ne nehezítsék de... a dolgomat és a magukét sem, mert visszajövök reggel és megbizonyosodom arról, hogy kirúgták meg magukat még ma este azonnali ennek hatállal. Ennek nincs semmi értelme. Ne higgyék azt, hogy nem tudom megtenni, mert a személyzeti osztályon dolgozom. Kérem, adja oda a fegyverét. Kérem. Maguk úgy látszik, nem értenek valamit. Minden nap úgy ébredek, hogy átölelem a párnámat, mert Lisa nincs ott. És Jacket minden nap leöntik kávéval. Úgyhogy félek, maguk fognak oda belépni. Gyerünk, mozgás. Egy, kettő, három. Rajta! A látogatásunk már nem meglepetés. Csinálok valami furcsát 11:59-kor. Jól van. Tadeusz nem indíthatja be a gyorsítót. Miért akar megállítani? Megtörtént az időugrás. Maga is tudja, hogy amit kérnek tőlem, az rossz. Hallgasson rám, Tadeusz, az időugrás létrejött. Gyerünk, 15 évvel ezelőtt már leállítottak egy kísérletemet. Maga nem is figyel 10 évig terveztem a gravitációs kísérletemet, és az a németek egy hónap alatt megcsinálták. És most leszereltetnék a szupergyorsítómat, mielőtt kipróbálnám. Nem, nincs már több időm. Tadeusz, nem működik. Gyerünk, menjenek csak föl, rajta. Mozgás! Jézusom, hogy vagy? Mi
nincs semmi baj. Hé, doki, holnap én lövöm le magát. Addig járok vissza, amíg nem sikerül. Szereztünk egy kis meglepetést, doki. Figyelmeztetés. 30%-os az erőfluktuáció. Törli? Nem. Meg tudod állítani? Nincs visszacsatolás. A francba! A fenébe! Tűnjön el innen! Te jó Isten! Lisa! Szeretlek! Szerda van! Szerda van! Ne mozduljanak! Ne mozduljanak! Igen, uram! Lőtsebe van, hívjanak mentőt! Kik maguk? A nevem Dr. Fredericks. Dr. Maxley be akarta indítani a gyorsítót illegálisan, majdnem megölt minket. Nekünk nem ezt mondták. Letartóztatod magukat. Van bizonyítékunk. Hozd a bilincseket és ismertesd a jogaikat. Letartóztattak és akkor mi van? Letartóztatnak? Minden pillanat újdonság lesz. Sose tudjuk, mit hoz a következő. Én tudom, mit hoz a következő. Tudod.